Kovács Attila néptánc tanár vezetésével gyakorolnak a fiatalabb növendékek. A fiúk többsége már 4-5 éve tanulja a néptánc csínyát-bínyát. Ott jártunk, akkor épp egy legényes tánccal, a széki sűrű tempóval ismerkedtek. Nekem nagyon tetszik, mert tempós, és hát izgalmas, hogy van benne váltás, meg a zenére jó táncolni. Szatmári és Sárközi táncok szerepelnek még a tábor programjai között. Ezek már a következő tanév anyagai. A népi hangszereken tanuló fiatalok szintén előre dolgoznak, nem véletlenül. Az 5 éves múltra visszatekintő tábor célja, hogy olyan zeneszámokat is gyakoroljanak, melyekre a tanévben nem lenne idő. A gyerekek a nyári pihenés ellenére is örömmel vették bele magukat a munkába, hisz elkötelezettjei a néptáncnak és a népzenének. A népzenében megtaláltam azt, hogy játszom, és én is élvezem, meg a körülöttem lévők is, akiknek játszom, vagy mondjuk egy buli alkalmával elővenni, és akkor ott lehet zenélni. Az egyhetes tábort pénteken közös fellépés zárja majd, melyen a gyerekek bemutatják szüleiknek, mi mindent tanultak. A próbák után a táborozók a közelben kirándulnak, vagy népi játékokat próbálnak ki. Az esték fénypontja azonban a közös mulatozás. A zenészek itt találkozhatnak ugye naponta a néptáncosokkal is, és akkor gyakorolhatják a tánc alá való muzsikálásnak az elsajátítását, hiszen esténként azért egy-egy táncházat azért mindig így lemuzsikálunk a néptáncosoknak. A tábort, melyen idén mintegy 40 gyermek vesz részt, a szervezők az önkormányzat támogatásával valósították meg.